mint 1100 évnyi történelem 120 percben. 2016. júniusában az ország legszebb szabadtéri színpadán, a budapesti Hősök terén mutatták be az Itt élned halnod kell című rock musicalt. A nagyszabású történelmi utazást az Esztrát Színház szervezésében 20 ezer néző látta. Az előadás a honfoglalástól a rendszerváltozásig 25 képben idézi meg a magyar történelmet, annak kiemelkedő időszakait és eseményeit. Koltai Gábor 1985-ben azonos címmel már rendezett a Hősök terén előadást. Akkor a történetnek az 1945-ös dátummal véget kellett érnie. A 80-as évek szocializmusa alatt ugyanis még nem lehetett beszélni fontos történelmi kérdésekről. Ezért 31 év elteltével a rendező az Esztrát Színházzal együttműködve egy teljesen új művel készült. ...1985-ben Trianon szót nem lehetett kiejteni. Nem azt, hogy egy történelmi játékba beszéljünk a 20. század legnagyobb magyar történelmi tragédiájáról, vagy 45 után az 50-es évek kivált kép 1956-ról, ha az ember beszélt, akkor vagy ellenforradalmat kellett mondani, vagy inkább nem mondott semmit. A cím azonos, de egy vadonatúj szövegkönyvet állítottam össze. Tudnélik, az elmúlt 31 évben megváltozott a világ, Magyarországon és Európában. Tehát 25-26 évvel ezelőtt végig söpört a 80-as évek végén Kelet-Európában a rendszerváltozás, ami azt jelentette, hogy a magyar történelemről sokkal őszintébben, sokkal mélyebben lehet gondolkodni, sokkal többet ki lehet mondani. És hát azt se felejtsük el, hogy maga a rendszerváltozás érzelmileg innét indult. Itt volt itt a tőlem jobbra a műcsarnok előtt Nagy Imre koporsója és a Máté társa koporsója felállítva. Itt 100 000 ember a téren és környékén. Föláll a szőr a hátamon, amikor erre gondolok, pedig már nagyon rég volt. A történelmi utazás zeneművét a Kormorán zenekar folkos rockzenei alapokra épülő szimfonikus zenekarral megtámogatott dalai segítik. A zenekar 40 éves, és a 40 év alatt sok mindent elkészítettünk. Talán egy összefoglalásra ez most annak a 40 évnek, ami mögöttünk áll, és nagyon sokat foglalkoztunk a magyar történelemmel. 48-szal kapcsolatosan készítettünk egy rockoperát a Költő visszatért címmel, 1988-ban. Utána következett három nagy film, a Julianus barát, a honfoglalás, a szakakorona és mindhárom film. Annak a zenéből itt hallhatok majd motívumok. Ki szívét osztja szét, követik merre jár. Hegyeken és tengereken túl érdik majd szalát. Amikor az ember egész nap főz, és aztán úgy megkóstolja, ez egy kicsit ilyen nagyon-nagyon nagy élmény. Tegnap is már kint voltam, ma is, nagyon-nagyon szép. Teljesen más hangsúlyt kapnak bizonyos dolgok, amit a stúdióba próbáltunk keverni, itt most a helyszínen teljesen más hangsúlyt kapnak, úgyhogy nagyon élvezem. Most kezd élni, most élet fel az a muzsika, amit ott a stúdióba kitaláltunk magunknak, és remélem, hogy itt a zenekarral és a Kormorán játékával ez kiegészülve fantasztikus hatású lesz. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője Zsurávszki Zoltán volt a koreográfus. A Gergői zenéjét nagyon szeretem, a Táncház Mozgalom első pillanatától Koltai Gergő vagy a Sebő együttesben együtt tanítottunk, együtt lüktettünk az egyetemi színpadon. Ezek nagy találkozások, tehát 40-45 éves találkozások. Ennek a műfajnak, ennek a zenés táncszínháznak az egyik legtehetségesebb, izmosabb, hatásosabb, legnagyobb formátumú képviselője. És hát van egy fantasztikus társulata, úgyhogy az a 40 táncos, akik nem csak tánctudása, hanem kiállása, hisz a kettő összefügg, ők a kemény mag, és ezt kiegészül még 80 amatőr táncegyütteshez tartozó táncossal. Ők alkotják a magyar népet. Mi
mivel ugye az Istvánnak királyóta, ez 83-ban volt, nem messze innen, a Városligetben, a Királydomban, hát ott azt gondolom egy életre szóló, nem csak művészi, hanem emberi baráti kapcsolatot is alakítottunk ki Varga Mikivel, Deák B. Gyulával, Viki Dágy Gyulával. Tehát amikor ez a szövegkönyv kialakult, természetesen, hogy ő rájuk elsőnek gondoltam. Először Mátyás udvarában Bonfiniként lépek színpadra, de az igazi szerepem az Petőfi lesz, mint annak idején is. És hát egy olyan csodálatos Petőfi verset énekeltek el elejétől végéig, mint az Egy gondolat bánt engemet. Azt hiszem, hogy az egész darabnak egy nagyon hangsúlyos pontja. Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg, lassan hervadni el, mint a virág, amelyen titkos féreg fogarág. A Gergővel és a Gáborral is már egyre jár az agyunk. Félszavakból és tekintetekből is megértjük egymást. Jó így dolgozni, hogy régi barátok között, és tudjuk, hogy ki mire számíthat a másiktól. Ős vértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntlek, nemzeti nagy létünk nagy temetője, Mohács! Ami a legfontosabb, hogy mindig tudunk egymásra számítani. Hát annyira ismerjük már egymást, beleértve a Gábort, a rendezőt, akár a zenészeket említettem is, itt a játszópajtásokat. Nem kell különösebben elmondani, mit kell csinálni, vagy miért vagyunk itt. Hanem tudjuk, hogy miért vagyunk, és mindenki ugyanúgy gondolkodik. És ez a jó. Az Itt élned, halnod kell előadást 5 nap alatt próbálták a helyszínen. Az égiek nem minden nap voltak kegyesek. Hát most az András út felől jön ez a vihar. De az esőben is kitartóan folyt a munka. A Gábor, hogy a 250 fokban, vagy az üvöltő szélben és a záporban is ugyanúgy mondja tovább, és a zsura, hogy na és ez volt az a momentum, amire tényleg még életemben nem láttam ilyet. Szakad az eső. Végig a zsura itt táncolt, miközben azt láttam, hogy tőle 35 méterre az állványok alatt tartják a szemkontaktust, és ugyanazt táncolja a fiú mögöttük a táncosok. És a fiú közben néha mond egy-egyet, és a zsura közben megint valamit táncol, a fiú ugyanazt tovább, és akkor a zsura azt mondja, hogy és most te jössz, csak így mutatja te, és a fiú csinálja tovább. Figyelj, most kiráz a hideg. A feszített tempó mellett azért maradt némi idő a futball Európa-bajnokság fontosabb meccseire is. A darabban a Varga, Viki Dál, Deák Bill trió mellett olyan énekeseket hallhatunk, mint Gerdesics Ferenc, Csengeri Attila, Makrai Pál vagy Majsai Gábor és Kalapács József. Mellettük a Kormorán énekesei, Vadkerti Imre és Fehér Nóra láthatók, vagy éppen olyan fiatalok, mint Szentgyörgyvári Laura és Palcsó Tamás. A fináléban Demjén Ferenc a Honfoglalás című film főcímdalát, a Kell még egy szót énekli, amelyet szintén Koltai Gergely szerzett. A 14 énekesen kívül 10 prózai színész is közreműködik. Barabás Kis Zoltán mellett Sipos Imre, Rutkai Laura, Varga Klári, Lakló Taladár, Baronics Gábor vagy éppen Hujber Ferenc. A rendező asszisztense Palotás Krisztina és Vizeli Csaba, az ő általa vezetett Komáromi Magyarok Dalszínház csapata is szerepet kapott. A darab az 1956-os forradalom 60. évfordulójának évében készült, ezért is kaptak kiemelt hangsúlyt az 56-os események. Íj és Gyula egy mondat a zsarnokságról című versére, annak idején a fiatal Zsurevszki Zoltán emlékezetes koreográfiát készített. Ezt most megidézték a darabhoz.
jó magam 33 évvel ezelőtt táncoltam ezt egy zárt körű kecskeméti íjés esten Jancsó Miklós fölkérésére. Különben a Gábor egy olyan 10-15 évvel ezelőtt ezt látta, és azért beívódott az emlékezetében, és ragaszkodott hozzá, hogy tegyük be, és akkor nem egy nagyszabás 56-os kezdés, hanem egy szál fiatalember, Tókos Attila, egy ifjú primadíjas táncosom táncolja. Dohányod zamatában, ruháid anyagába beivódik, evődik, velődik. Eszmélnél, de eszme csak övé jut eszedbe. Néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt. S már körbe lángol erdőtűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad. S így rád is ő vigyáz már. Én nekem ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat az életemben. Nem nagyon szoktam ezekben a modern dolgokban hinni, az ilyen vonzás törvénye is ilyenek, de most ez egy igazi példája ennek, hogy én ezt itt elmondhatom, ugyanis készültem a versünnepre ebben az évben, és akkor mivel 56-os év van, ugye 60 éves évfordulója lesz 56-nak, ezért a kiírásban szerepelt, hogy egy 56-os témájú verset vagy prózát kell választani. Bevallom most nektek őszintén, hogy nem mertem elmondani a versünnepen, hanem a másik kettőt választottam, ami még a kiírásban benne volt, valahogy nem érett meg még ez a dolog, és ki is mondtam magamban egy mondatot, hogy én ezt majd a Koltai Gábornál elmondom majd egy 56-os műsorban. És így is lett ez a dolog, úgyhogy a vonzás lehet, hogy működik mégiscsak, és hát itt állok én, most az én partneremmel, a Volgával, ami begördül a vers alatt. 10 éve dolgozom már Gáborral, és szinte ez egy második társulatom, ahol otthon érezhetem magam, hiszen őróla azért azt tudni kell, hogy szeret ugyanazokkal az emberekkel dolgozni, akikkel már sikeres produkciókat hozott létre, és hűséges azokhoz az emberekhez. Ez manapság már nagyon ritka. Az 56-os képben egy olyan vers lett megzenésítve, ami sokáig Indexen volt, az a cím, hogy Piros a vér a Pesti utcán, ami a képnek a legfontosabb motívuma, annak az egész 56-tal foglalkozó képnek. Megyünk valami láthatatlan, áramlás szívünket befutja, akadozva száll még az ének, de már miénk a Pesti utcán, de már. Az 56-os forradalom kapcsán leszek nagyon durván forradalmár. Vatkert Imrével, a Kormorán énekesével és Deák Bill Gyulával énekeljük ezt így hárman. A három szillomogló mellé tegyetek három esküvést. Azt hiszem, hogy ennyi, ekkora látvány talán még soha nem volt. Eddig a legnagyobb látvány az Attila Istenkardja rockoperában volt, amiben így részem volt, de hát ez magasan íverelni. Ezt a látványt pedig megtámogatja a két hatalmas kivetítő és az érte felelős több tucatnyi technikai stáb. Ekkora méretben nagyon-nagyon ritkán van mód ilyen szép anyagot fölvennünk. Most jelenleg 10 kamerával sikerül dolgozni. Van egy spéci lehetőség egy drónkamerára, ezt most már biztosan tudják a nézők, hogy az mit jelent, felülről egy ilyen önnel olyan, mint egy ilyen helikopteres felvétel, emellett pedig sikerült egy állati klassz csapatot összehozni, mondhatnám szinte, hogy a szakma legjobbjaival sikerült dolgoznunk. 2. Ezután jön a tatárjárás, nézőtérről jönnek a tatárok lovasok. Sajnos 3-ban van csak, 3. A színészek, zenészek, akik ott vannak, megpróbálunk róluk olyan jellegű képeket mutatni, amelyeken az arcukon, a gesztusaikon keresztül mind azokat az átélt pillanatokat meg tudjuk mutatni. Most volt itt egy olyan jelenet, itt egy próba közben, nem akarom megnevezni a Varga Klárit, énekelt, és a próba közben elsírta magát. Legszívesebben kimentem volna a kocsiból, megsimogattam volna, és adtam volna neki 2 puszit. Hihetetlen volt. Itt a próba közben, miközben sehol senki sem, csak annyira ott benne volt abban az egy kis részletében a darabban, hogy elvitte rögtön. Ezeket visszaadni, hát nehéz feladat is, meg azt kell, hogy mondjam, hogyha most megfordulok, és én vagyok a néző, ez a jó. Tehát ez a jó.
Novemberben csend van, és béke. Temető, fejfa, virág és kereszt. Novemberben az álmodó rög itt tart, és nem ereszt. Hát mindenkinek kívánom, hogy egyszer egy ilyenek a részese legyen, mert ez egy teljesen más létezés. Másfajta létezés, tehát amikor ekkora tér van körülötted, és akkor felnéztünk tegnap, és láttuk megvilágítva az angyalt, és kivehetően a koronát a kezében, meg a csukjája, hogy mögüle jön egy tekintet, egy energia, egy erő, és akkor így elindulunk. Szóval szép. Szinte már egy ilyen társulat nélküli társulat vagyunk. A Magyarok Dalszínházzal évek óta dolgozom együtt, és a Gerdesis Ferenc, Makrai Pál, Varga Miki, Csengeri Attila, szóval egy család vagyunk, szóval ez egy annyira jó dolog volt. Hiába rövid a próbafolyamat, ugye egy hétre jöttünk ide a Hősök terére, de hát igazából ezzel nem kellett foglalkoznunk, hogy még megismerkedni, úgyhogy kimondottan nagyon jó érzés, hogy ilyen családi hangulatban telt ez az egy hét itt. Én az első nyitóképben Szent István koronázásakor leszek egy apáca, és aztán egy nagyon szép Radnóti Majális című versét fogom elénekelni. A hangra forgó zeng a fű között, s hördül, liheg akár egy üldözött, de üldözők helyett a lányok kerítik, mint tüzes virágok. A Hősök tere az egy teljesen különös dolog, és nekem nagyon, nagyon is a szívügyem, mert kisgyerekkoromban is nagyon imádtam idejönni a szüleimmel, úgyhogy nagyon nagy élmény. Először az István, a Szent Istvánnak a koronázásán veszek részt, mint egy szerzetes, aztán Esze Tamásként megjelenik a második Rákóczi Ferenc korában, aztán pedig, mint ifjú kommunista a Nékosz mozgalom korában. Szülötte, az út előtted áll. Lovad dobog a ház előtt, indulj a hegyeken át. Kettő lesz konkrétan, ami énekes szerep. Az egyik a Julianus barát, a másik pedig egy Berzsenyi Dániel vers lesz majd a reformkor elején előtt. A trianoni képnél én leszek az a lány, aki elsiratja Magyarországot, vagyis ugye Magyarországnak a szétesését. Kinevetnek, gúnyolnak, magyarként meghurcolnak. 1920 után van, még sincs hazám. Én igazából nagyon szerettem volna ezt a dalt énekelni, és annyira boldog voltam, amikor ugye a Gábor mondta, hogy én kapom meg ezt a képet. Mert a Zsurávszki Zoltán nagyon jó megkoreografálta azt, hogy hogyan is szakad szét ez az ország. És hát amikor fennállok a színpadon, és ezt éneklés közben látom, potyognak közben a könnyeim, és teljes libabőr, egy leírhatatlan, elmondhatatlan érzés határon túliként. Itt egy ilyen csodálatos helyen gyakorlatilag ezt átélni, és ennek az egésznek a részese lenni. A Dózsánál egy gyönyörű Nagy Gáspár verset találtam, egy gyönyörű bűnt, aminek egy rendkívül hatásos, nagyon szép megzenésítését csinálta a Gergő. Egy 5 méteres láng lő föl a hátam mögött, és hát az elődöm, Vikidál Gyula, aki 30 évvel ezelőtt játszotta itt Dózsát, konkrétan ő megégett, a lábaszára megégett, a gatyója, a paraszgatya megégett a főpróbán, de hát most azért jobban vigyáznak a biztonságra, és így. Elkerültük a bajt. Mit tó,
Kemenes Fanni, aki az összes történelmi filmemhez tervezte a jelmezeket, hát ezek hál' Istennek megvannak, és az ő mindenkor jelmez kivitelezője. Balai Zsuzsi volt az, aki ezt az anyagot sok más anyaggal kiegészítve rendszerbe szervezte. Itt van negyedik Béla. Elkészítettük a parókáját, rátesszük a szakállat és a bajuszt, de ezek már ki vannak mosva, be vannak sütve. Ezek mind eredeti hajból készülnek, mert amikor jön a művész gyors öltözésbe, nincs idő keresgélni külön a parókát, külön a bajuszt, tehát ennek egy kupacba kell lenni, mert megfogjuk, asztalra tesszük, ragasztó, fölnyomjuk, rátűzzük a parókát, és szaladhat, mert van 2,5 perce. Itt most Istvántól elkezdve Lászlóig, Mátyásig, Rákóczig mindenki megvan. Na most ebbe a dobozba viszont benne vannak a törököknek a bajuszai. Rengetegen vannak. A rendező úr kérte, hogy hát jó lenne, ha olyanok lennének. Ne olyasmik lennének, mondom, nem olyanok. Olyasmit nem tudunk, csak olyat tudunk. Van két nagy hagyományozó csoport, az egyik egy ilyen törökkori hangulatokat, emlékeket elevenít fel, ők a mindenkori Magyarországot támadó törökök, és hát van egy ilyen úgynevezett katonai hagyományozó csapat, akik 48-as huszárok és első és második világháborús katonák, tehát ők is vannak összességében 110-en. Erre a rendezvényre 30 lóval jelentünk meg. A igazság szerint a Hősök tere a turistáknak lett elkészítve, egy gyönyörű márvány burkolata van. Ezért az óvatosság kedvéért gumis patkókkal láttuk el a lovainkat, mind a 30 ló fölött, 4 lábra vasalva a gumis patkóval, azért, hogy ezen a márványon ne csúszanak meg annyira. A történelmi jelenetekbe fogunk vészelni, a honfoglalástól egészen az újkorig, hol lovaként kell bejönni, hol vívni kell a lovagoknak kopjákkal, hol pedig tömeget velő horti csendőrjei leszünk, és neki kell menni gyalogosoknak, zavarni kell a népet. Boldogsággal tölt el, hogyha meg tudjuk azért mutatni régi eleink ruháit, viseletét lóháton. Én, második Rákóczi Ferenc, minden magyarok fejedelme, 1703. június 13-án átkeltem a Rubikonon. Amikor az ember egy stúdiódarabban játszik, akkor tudja, hogy a nézőtől hány méterre ül, mondjuk milyen színészi eszközöket kell használnia. Amikor egy ilyen nagy térben van, akkor elvileg sokkal nagyobb eszközöket kéne használni, de miközben egy szuper közelit adnak róla, ott meg filmes eszközökkel kellene dolgozni. Nagyon nehéz. Ez egy döntés kérdése, hogy az ember ilyenkor általában azt csinálja, hogy, vagy én legalábbis azt találtam, hogy akkor én nyilván gesztusban nagyot csinálok, arcban, szemben pedig szuper közelébe dolgozom, mert egyszerre kétfelé kell. Ez izgalmas. Tehát ez színészi kihívásként is izgalmas. Miniszterelnöki előterjesztés Magyarország 1000 éves fennállásának megünneplésére. A fősúly a maradandó alkotásokra legyen fektetve, hogy azokban fel legyen tüntetve az 1000 év minden nevezetesebb momentuma. Nagyon szeretek dolgozni artistákkal, bizonyos képekbe, ahol ez illik, mondjuk a Mátyás reneszánsz világába, vagy a millennium megidézésekkor. Vannak jelenetek, amikor 350-en vagyunk a színpadon. Az Itt élned, halnod kell produkcióban több mint 500 ember dolgozott a színfalak előtt és mögött. Két teljes napon át építették a színpadot és a berendezést, ahol minden munkatárs precízen tudta a dolgát. Az előadás látványvilágát a legjobb fény- és hangtechnika és profi pirotechnikai hatások segítették. Amíg valaki a magasban dolgozik, addig a földön sem unatkoznak. A legjobb szakemberek kezelik a nagy mennyiségű száraz jeget is, ami elég arra, hogy az egész teret betöltse, fokozva ezzel az előadás hangulatát.
A művészek két emeleten, összesen 1500 négyzetméternyi felületen mozoghatnak. Az Itt élned halnod kell az elmúlt évtizedek legnagyobb formátumú színpadi produkciója, hiszen a Hősök terén még sosem állítottak fel ekkora színpadot. Azt gondolom, hogyha a szereplők egy-egy szemét megmutatnak az írott történelmünkből kiragadva egy-egy momentumot, és ezáltal elérni azokhoz az emberekhez, akik csak az internet világában élnek, akkor már nagyon-nagyon sokat értünk el. Akarjátok-e ennek a fejedelemnek alávetni magatokat? Az ő országát igaz hittel megszilárdítani és parancsolatainak engedelmeskedni? Én felfogásom szerint az egyik legfontosabb történelmi kor, amikor az Istvánt megkoronázzák, első királyunkat, és hát nekem egy nagyon megható élmény, hogy ezt én tehetem meg a Szent Korona másolatával, én tehetem a István fejére. Ez csodálatos. Nem csak az, hogy az ilyen nagy színpad, hanem ahol van ez a színpad. Szóval ez azért Magyarországnak a közepe. Ez egy csodálatos dolog itt állni. És hát majd megtiszteltetés ennyi ember előtt. Ezek olyan helyszínek, amelyek az ember szívét, lelkét megtöltik. Tehát ez egy valós történelmi tér, ezen nagyon, nagyon jó érzés megmozdulni. Törvényes értelemben a magyar közjog alapján minden magyar állampolgárnak, ennek a 10 milliós országnak a kormányfőjeként lélekben, érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánok lenni. Ezek a mondatok, amelyek elhangzanak a mai fiatalságnak, a mai embereknek, ki vagyunk erre éhezve. Nem félünk a történelmi gondolatokat újból elmondani, minden korszakhoz tudunk valamit tenni, a mi műfajunkból, a mi mozdulatainkkal, a mi ritmusainkkal, ezek nem változnak, ez a mi anyanyelvünk. És ettől fantasztikus ez a műsor, hogy itt merünk megszólalni, bárki bármit mond, ezeket a mondatokat újból el kell mondani a magyaroknak. Én most ezzel a játékkal azt szeretném érzelmileg nagyon-nagyon mélyen megérinteni a nézőt, aki hajlandó ide nyitott szívvel beülni, vagy esetleg majd az előkészült videót megnézni, hogy mennyi fantasztikus, hősies, emberi erőfeszítés juttatott gyarló utódokat el ideáig, hogy itt a Hősök terén Magyarországon magyarul beszélünk. Nagyon sokszor megvolt az esély, hogy eltűnjünk a föld felszínéről, legutoljára a 20. században ott az első világháború után. Egy iszonyatos élni akarás van bennünk magyarokban, mi nagyon tehetséges nép vagyunk, és hozzá kell az embereket segíteni ahhoz, hogy ezt fölismerjük, hogy mi újra egy együttérző, együtt gondolkodó közösségé tudjunk válni. Én, mint rendező, ehhez azt tudom hozzátenni, hogy megpróbálja az ember őszintén, és lehetőleg minél nagyobb tömegek számára átélhetővé tenni a történelmet, nem csak azért, hogy ismereteket közöljünk, hanem egész egyszerűen hitért, érzelmi feltöltődését nyújjunk vissza eleink történetéhez. Az Esztrát Színház produkcióját, az Itt élned halnod kell előadásait a Hősök terei ősbemutató óta közel 200 000 látták. A szervezők és az alkotók pedig tele vannak új tervekkel.